Sziasztok, gyerekek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy francia horrorjátékot hoztam el nektek. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de itt is vagyunk a játékunk menüjében. Hogyha nem haragszotok meg, akkor nem mondom inkább ki a játékunknak a címét. Szerintem még életemben nem volt francia horrorjáték amúgy itt a csatornán. És itt van a menüben egy para kislány. Hát általában azok a játékok, amelyekben kisgyerekek szoktak lenni, mindig rettentően félelmetesek, és szerintem ez most sem lesz másképp. Nagyon is vihar van kint. Ki az? Ja, hogy ezt már mi irányítjuk? Nagyon is mi irányítjuk, de mi miért vagyunk egy ilyen rettentő kicsi szobában? Mint hogyha ez valami raktárhelyiség lenne kb. Na de van ám itt nekünk egy naplónk, 1917 van. Ezt fel tudjuk venni meg minden, oké. Okay. És akkor ki tudunk itt nézni a kulcslyukon, hogy mégis kikopoghatott. Na, kikopogott, aha. Halljátok? Neki amúgy miért van négy szeme? Nagyon nem tetszik. De mennyire profi már a játék, és milyen jól néz ki? De azt jól láttam, hogy van nála egy fegyver? Hát akkor szerintem mi errefele nem akarunk menni, de a játék már engedi, hogy kinyissam ezt az ajtót. Szóval akkor nyissuk is ki, mi most valami nevelőintézetben lehetünk? Ugyanis nézzétek meg, hogy mennyi gyerek van itt. Ne! És itt van nekünk ez a baba, és az a fura, hogy ugye ennek a babának is olyan elrendezésben vannak a szemei, mint annak a kislánynak, akit láthattunk. Vajon akkor ez a baba kell életre, vagy pedig a kislányról lett mintázva ez a baba? És miért tudunk belézni a szoknyája alá? Na de Robert! Menjünk is akkor tovább, és nézzünk szét, minthogyha egyik ágyban sem lenne senki. De ott van nekünk valami nevelőnk? Meg miért vannak ennyire össze-vissza az ágyak? Fú, de nem tetszik! Ez a nevelő, de mi most akkor? Apácáknak készülünk, vagy mizu? És lehetséges, hogy valami kolostorban vagyunk? Még az is akár benne lehet a pakliban. Aha. Oké, szerintem ezekkel ne foglalkozzunk, és haladjunk is tovább. Hello! Őt kell akkor folyamatosan követni? Hát én nagyon is követtem őt. Mégis mennyi nap telt el? Mégis mióta? Mi történt itt? De hamarosan ezt meg fogjuk tudni. Ezt kérdezi a karakterünk is, hogy mégis mi történt itt. Fúj, ember! Nagyon is itt lógnak valakinek a belei. Miért érzem, hogy ő hamarosan meg fog mozdulni, ahogy közel jövök hozzá? Hát nézzük a jó oldalt, legalább nem mozdult meg. De rettentően undorító. Azt be kell vallani, és akkor vele nem tudunk semmit sem csinálni. Milyen egyház ez? Vagy mi ez, ahol vagyunk? Hát figyúzzatok! Megvan az emberünknek legalább a lába, meg az alsó teste. De itt, ahogy látom, van nekünk egy kulcsomó, szóval akkor ezt rakjuk is el. Jó, szerencsére akkor el tudtuk ezt rakni az inventorinkba. Mi ez a hang? Várjatok csak, nézzünk ki azért a biztonság kedvéért. És pillangók repülnek itt, vagy valami kis tündérek? Hogy mik ezek az élőlények? Na de erre volt nekünk egy ajtónk. Szóval szerintem itt kéne bemennünk, ehhez kell nekünk egy kulcs. Ráadásul az a kulcs, amelyet most találtunk meg, szóval ezt fel is használtam szépen ide. Hát itt van nekünk már megint a főnővérünk, és akkor a játék most mondja nekünk, hogy a jobb klikünk segítségével tudunk zoomolni. Hát én rázoomoltam, de mi ez a brutálisan akciódús zene? De hát el is hallgatott. Szóval kis chilles lesz már ez a játék. Itt van az a kislány, akit láthattunk a menüben?
Neki van a négy szeme? Miért ilyen para ez? És szerintem mi nem az első emeleten vagyunk, hanem sokkal magasabban, mégis hogyan tudott akkor ide feljutni? Ne haragudjatok, de olyan szinten ki vagyok száradva, aztán nem a legeslegjobb most a torkom. Meg miért van ilyen para szörnyit? Mi ez a game? De rettentően tetszik így. Már ennyiből kérdezi a karakterünk, hogy úristen, mégis mi volt ez? Figyú Csajci, szerintem jobb nem tudni, azt hittem, hogy itt is valami holttest van. Ja, hogy itt is holttest van, méghozzá két levágott láb. Akkor jól hittem sajnálatos módon. Srácok, ez itt mégis micsoda? Fúj, miért vannak mindenhol belső szervek? Annyira bizarr ez a játék. De tényleg, és rettentően undorító. Szóval, hogyha esetleg valaki most enne, én nem ajánlanám neki, vajon ez a fejszobor meg fog minket ijeszteni? Ja, hogy ez nem egy fejszobor, hanem egy valódi embernek a feje? És bele is vésték a homlokába, hogy szörnyeteg. Akkor ennek az egyháznak, vagy szektának, vagy bárminek is rettentő sok ellensége van. Na de mi ez a cucc, amit itt fel tudunk venni? Valami kis játékbaba? Aha. Ott van, velünk szemben, az ajtóban. Azt hittem már először, hogy a kis csaj, de nem, hanem a szörny, akinek a kapitányánál is van feje. Na az mondjuk baj. Nem is kicsit. Na de erre fel ki tudunk menni? Ki tudunk menni? Hát persze, menjünk oda be, ahol az előbb még a szörny volt. Nyilván. Teljesen logikus. De itt miért világít nekünk valami? Itt van nekünk egy titkos ajtó a szekrényünk mögött. De nekünk errefele kell tovább haladnunk. Vagy lehetséges, hogy most kéne valami eszköz, amely segítségével arrébb tudnánk tolni ezt a szekrényt? Vagy van valami kar, amely nagyon is kinyitja nekünk? Fú, amúgy ez a zene rettentően vibe-os, és de para ez a festmény nekünk ott. Na de itt van egy régi kép az itteni apácákról, gondolom. 1897-es ez a fotónk, amelyet találtunk. Ezzel tudunk valamit kezdeni? Mi értelme van annak, hogy ezt... Várjatok, 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 ezt nyomkodom. Hol van az inventorink? Nincsen inventorink? Mi 1897-es volt? Lehetséges, hogy akkor most azt kell ide beírnom? Na várjatok. 1897. Na? Ott van a 200-as IQ, és akkor ennek köszönhetően nagyon is kinyílt nekünk ez a titkos ajtónk. Jól van, hát csak egy levágott kéz van itt. Full normális, hát persze, meg az is, hogy itt az apátságban konkrétan ilyen para helyek vannak, de ez akkor egy lift? Nagyon úgy fest nekem, hogy ez egy lift. Szóval húzzuk is el a kart, és menjünk is oda, amerre vezet, és persze, hogy az alagsorba vezethet, hova máshova is vezetne nyilván. Na de, meg is érkeztünk, időközben itt van egy... Ja, hogy itt érkeztünk, meg ott van egy szemüveg, de azzal nem tudtam semmit sem kezdeni. Jó, ez egy békés és barátságos hely. Hát tudja, hogy itt kinoszták meg az embereket, akik nem akartak behódolni nekik. Itt vannak sziámi ikrek, meg még egy fej. De beteg ez, és rendes ide ültek le az emberkék, és itt kávézgattak, meg cigizgettek, és innen nézték, ahogy kinozzák az embereket, és ott van nekünk akkor lent még egy holttestünk. De szuper! Mit csináltok? Még börtöncellák is vannak itt? Hát nagyon úgy fest. De hát ahogy elnézem, az összes cella üres. Tudjátok még!
Hát akkor ezek szerint mégsem üres, de mik ezek a mutánsok? Meg milyen élőlények ezek? Jaj, de jó, hogy innen pedig kiszabadult valaki. Hát bárhogy nézem, itt nem túlságosan biztonságos lennünk. És nagyon nem kéne itt lennünk. De hát bízzátok csak ide, nem fogunk meghalni, örökre élünk mi. Mondom ezt most, pár perc múlva pedig úgy fogjuk végezni, mint ez a tag. Ó, ne! Most ezért nagyon megérte amúgy, hogy szinkronizálva legyen nekünk, de ki lélegzik? Ő még akkor életben van? Hát... amúgy életben van, de hogy? Na az mondjuk baj! Akkor ez az egész sztori kapcsolódik a háborúhoz, és az a csávó egy háborús hős, és megköszönte neki a francia katonacsapat a szolgálatát, neki pedig miért? Egy csecsemő arca van, és ő irányítja ezt a szörnyet, és ő a gazdája? Aha, nem fogunk meghalni mi? Hogy mondta pedig az elek, hogy bízzátok csak ide? De hogy mi? Mint ha félne attól a plüsttől, és ennek a plüssnek hála, nem haltunk meg. Nagyon jó akkor, hogy elhoztuk. Szia kis csaj! Ne gyere ilyen közel, léci! Az aurámban vagy, és ez nem tetszik nekem. Ennyi volt ez a játékunk. De nem már! Pedig mennyire epik volt! Remélem, hogy nektek is tetszett ez az egész, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, én köszönöm szépen a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!